Kedves diákok! A múlt adásban az Európai Unió kialakulásáról, bővítéséről, intézményeiről hallottatok, majd megismerkedtetek természeti sajátosságaival. A mai adásban folytatjuk az Unió megismerkedését társadalomföldrajzi szempontból. Témánk az Európai Unió politikai, földrajzi, demográfiai és gazdaságföldrajzi jellemzői. És már is kezdjük a politikai sajátosságokkal. Az Európai Uniót, mint gazdasági és politikai csoportosulást 27 független állam alkotja, de ezek az országok sok tekintetben közös jogszabályokat követnek és alkalmaznak. Az államformákat tekintve a tagországok közül 6 alkotmányos monarchia és 21 köztársaság. Az utóbbiak közül 16 parlamentáris köztársaság, 4 félprezidenciális vagy félelnöki köztársaság, mint Románia, egy pedig prezidenciális vagy elnöki köztársaság. Az Európai Unió nem egy állam, így nincsenek állampolgárai sem, illetve hagyományos értelembe vett fővárosra sincsen. Jelentősebb intézményei 5 városban székelnek, ezek közül Brüsszel ad otthont a legtöbb EU-s intézménynek, ezért ezt a várost tekintik tulajdonképpen fővárosnak. Ha a tagállamok területének kiterjedését és népességszámát vizsgáljuk, akkor észrevehetjük, hogy nincsenek nagy és nagyon nagy országok az Európai Unióban. Ettől függetlenül azonban nagy eltéréseket észlelünk az országok közül. Ha a tagállamok területének kiterjedését nézzük, akkor látjuk, hogy a legnagyobb kiterjedésű ország Franciaország területének 550.000 négyzetkilométernyi területe Európában található, a legkisebb országok pedig Málta, Luxemburg és Ciprus, ezeknek a területe nem éri el a 10.000 négyzetkilométert sem. Románia 238.391 négyzetkilométerével az Európai Unió rangsorban a 8. Ha tagországok népességét vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy legnagyobb népességgel Németország rendelkezik, ez 83 millió főt jelent, legkisebbb népességgel pedig Málta. Az ő lakossága 425.000 fő. Románia lakossága 19,5 millió, a rangsorban a 6. És most nézzük meg az Európa népességének, hogy az Európai Unió demográfiai sajátosságait, népességföldrajzi sajátosságait. Lakossága megközelítőleg 450 millió fő, átlagos népsűrűsége körülbelül 105 lakos per négyzetkilométer. Ez jelentősen meghaladja a kontinens átlagos népsűrűségét. A népsűrűség azonban a természeti, társadalmi és gazdasági feltételek hatására jelentős regionális eltéréseket mutat. Ha megfigyeljük a térképet, láthatjuk, hogy a skandináv félsziget országaiban a magas hegységek térségében a kedvezőtlen természeti feltételek miatt kicsi a népsűrűség, míg az alacsony, könnyen belakható területeken a gazdaságilag fejlett térségekben nagy. Így Hollandia és Belgium népsűrűsége négyzetkilométerenként eléri a 400 főt. Az unió népességének egyik jellegzetessége a demográfiai előregedés, vagyis az időskorok arányának emelkedése a népesség számon belül. Ennek oka a tartósan alacsony születésszám és természetes szaporulat, valamint a megnövekedett várható élettartam és a folyamatosan javuló életkörülmények. Az időskorosztály, vagyis a 65 év fölöttiek aránya több országban meghaladja a 20%-ot. Így a legöregebb lakossággal Olaszország rendelkezik. Romániában ez az arány 18-19%. A legfiatalabb országnak Írország tekinthető, ahol az időskorosztály aránya nem éri el a 14%-ot. A társadalom előregedésének következményei is vannak, amelyek az Európai Unióban gondot is okoznak. Az aktív lakosság, vagyis a munkaképes korúak aránya csökken, ami a munkaerőhiányt eredményezi. Közben az idős lakosság aránya növekszik. Ez növekvő terhet jelent a munkaképes korúak számára, akiknek egyre nehezebb lesz fenntartani a szociális szolgáltatások rendszerét, a nyugdíjrendszert, az egészségügyi rendszert. Egy másik sajátossága az unió népességének a nagyfokú vándorlás vagy migráció.
Ez elsősorban gazdasági jellegű. A gazdaságilag fejlett tagországokban nagy a munkaerőkereslet, magasak a bérek, jobb a munka és életkörülmények. Ez vonzó tényező a kevésbé fejlett országok lakóinak. A területi megnyilvánulás alapján megkülönböztetünk belső migrációt, az EU-n belül, ez főleg kelet-nyugat irányú, a fejlődő országokból a fejlett országokba tart. A 2004-es és a 2007-es bővítés után fokozódott és kapott valójában belső jelleget. És megkülönböztetünk külső migrációt vagy külső vándorlást, ami az unión kívüli országok felől érkezik az Európai Unióban. Ilyen a Kelet-Európa és a Balkán félsziget felől történő vándorlás, ezek az országok Európa legkevésbé fejlett térségei, és a népesség főleg gazdasági okok miatt vándorol. Jelentős az Ázsia és Afrika irányából bevándorlók száma is. Közülük sokan a volt gyarmatokról érkeztek, gazdasági vagy politikai bevándorlóként. Például Algériából Franciaországban, Marokkóból Spanyolországba, vagy Indonéziából és a Karib-tenger térségéből Hollandiában. De érkezhettek államközi egyezmény alapján, munkaerőként, például Törökországból, Németországba. Külön meg kell említenünk a menekülteket a háborús területekről. Számuk 1990 után növekedett. Az első ilyen bevándorló hullám a délszláv háború idején volt, amikor Jugoszlávia területéről több százezren települtek át Nyugat-Európába. Napjainkban is állandóan érkeznek menekültek, Iránból, Afganisztánból, Etiópiából, Szomáliából, vagy épp az utóbbi időben Szíriából. A térképen, amit most láthatunk, különböző színű nyilak a migrációs irányokat mutatják. Ezek főleg a kék színnel jelölt országok felé mutatnak, amelyek az Európai Unió legfejlettebb államai. Ezeket befogadó országoknak nevezzük. A vándorlási mérlegük pozitív, vagyis több a bevándorló, mint a kivándorló. A szürke színnel jelölt országok az Unió fejlődő gazdaságú államai. Ők főleg kibocsátó országok. A nagyszámú kivándorlás miatt a migrációs mérlegük negatív. Románia is ezen államok csoportjába tartozik. Több millió lakossa a nyugati országokban keresi a boldogulást. A nagyfokú bevándorlás megoldást jelent a fejlett államok munkaerőhiányára, de nagyon sokszor konfliktust is okoz a helyi közösségekben. Az EU fejlődő országai pedig a nagy kivándorlás miatt egyre nagyobb munkaerőhiánnyal küzdenek. A következő térkép az Európai Unió országainak nyelvi megoszlását, népességének nyelvi megoszlását mutatja. Az Unióban 24 hivatalos nyelv van, vagyis minden tagország hivatalos nyelve, plusz az angol nyelv, és ez a Brexit után sem változott. Az Európai Unióban beszélt nyelvek nagy része az indoeurópai nyelvcsaládban tartozik, lásd a germán, újlati vagy a baltiszláv nyelveket, kisebb része az uráli nyelvcsaládhoz, mint a magyar, a finn és az észnyelv, vagy pedig a sémihámi nyelvcsaládhoz, mint a máltai nyelv. Ha az unió vallásos megoszlását nézzük, akkor azt látjuk, hogy a keresztény vallások vannak túlsúlyban. Katolikus, a protestáns és az ortodox vallások. A nagyszámú bevándorlás más vallások megjelenését is eredményezte az unió területén, így Nyugat-Európában megjelent az iszlám vallás, amely a bevándorlókkal együtt érkezett a térségben. A következő témánk az Európai Unió gazdasági vagy gazdaságföldrajzi sajátosságai. Kijelenthetjük, hogy az Európai Unió gazdasági világhatalom. Ezt mutatja, hogy a világ GDP-jének, vagyis hazai bruttó termékének több mint negyedét megtermeli, miközben a világ lakosságának alig 6%-ával rendelkezik. Ennek felét az Európai Unió négy legerősebb gazdasága, Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország állítják elő. Egy másik gazdasági mutató az egyfőre jutó éves bruttó hazai termék, amiből már jobban lehet következtetni egy ország fejlettségére és jólétére. Ez az érték legmagasabb Luxemburgban, ahol az egyfőre jutó GDP eléri a 100 000 eurót évente. Ez világszinten is a legnagyobb. A legalacsonyabb
egyfőre jutó GDP érték az Európai Unióban, Bulgáriában van. Ha a népesség foglalkozási szerkezetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unióban átlagosan a népesség 67%-a a szolgáltatásokban dolgozik, 25%-a az iparban és 5%-a a mezőgazdaságban. Természetesen regionális különbségek itt is vannak. A szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya nagyobb a fejlett országokban és kisebb a fejlődő országokban. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak esetén pedig ez pont fordítva van. Hogy mi jellemzi az Európai Unió gazdaságát? Az elmúlt években, évtizedekben egy gazdasági rendszerváltás történt az Unió keretén belül. A hagyományos iparágak helyét, mint például a kohászat vagy a szénbányászat, az új korszerű iparágak vették át, az autógyártás, a vegyipar, a mikroelektronika, elektrotechnika és mások. Ugyanakkor a szerkezetváltás alatt a szolgáltatások fokozatosan átvették az ipar vezető helyét a gazdaságban. Az Európai Unió gazdaságára jellemző a nagy hangsúly a tudomány, a kutatás és a műszaki fejlesztésen, a versenyképesség fenntartása, a fenntartható és megfizethető energiaforrások használata. A gazdasági ágak közül az iparral kezdjük, röviden bemutatjuk a vezető iparágakat. Ezek a gépgyártóipar, és ennek az alágazatai, a személygépkocsik, a repülőgépek, az elektronikai cikkek gyártása. Ezekben az Európai Unió világszinten is nagy termelőnek számít. Húzó iparágként megemlítjük az energiaipart, a világ energiatermelésének körülbelül egy negyedét tudja magáinak, és ezen belül az egyik legnagyobb atomenergia termelő, és vezető szerepet vállalt az alternatív energiák hasznosításában. Szintén jelentős részesedéssel bír az élelmiszeripar, ezen belül a világ első boripar és a gyógyszeripar. A következő térképen Európa jelentős iparvidékeit láthatjuk. Hetet emeltem ki ezek közül, az egyes számmal a Rajna-Ruhr vidékét, a kettes számmal a Rotterdam és Antwerpen két nagy kikötő köré települő iparvidéket, a hármas Szilézia, Párizsi medencét látjuk négyes számmal, az észak-olaszországi iparvidéket ötös számmal, a katalán iparvidéket Barcelona központtal a hatos számmal, és hetes számmal Románia legjelentősebb iparvidékét, a Bukarest, Ploiești, Brassó iparvidéket jelöltem. Az Európai Unió mezőgazdasága fejlett, korszerű, nagy hatásfokú gazdasági ágazat, piacra termelő, magas termelékenység és magasfokú gépesítés jellemzi. Ezért a lakosság foglalkoztatottsága nagyon alacsony, a fejlett országokban alig 5%, a fejlődő országokban túllépheti a 20%-ot. Az unió keretén belül körülbelül 22 millióan dolgoznak a mezőgazdaságban. Az ágazatvezetők Franciaország és Olaszország. Jelentős regionális eltérések tapasztalhatók az Európai Unióban, úgy a mezőgazdasági ágazatokban és alágazatokban, mint a termelékenység tekintetében. A szolgáltatások járulnak hozzá leginkább az Európai Unió GDP-jéhez, körülbelül 67,7%-ban. Három ágazatát emeltem ki, a kereskedelem, a szállítás és a turizmus. A 27 országot tömörítő, egységes piacot működtető Európai Unió kereskedelmi nagyhatalom. A világkereskedelem majdnem 40%-át bonyolítja le, ennek több mint felét az Európai Unión belül. A szállítás nagyon nagy szerepet játszik az unió gazdaságában. Összeköti az embereket, a termelőt a vásárlóval, a keresletet a kínálattal. Kiszolgálja a többi gazdasági ágat és ágazatot. Korszerű és változatos, jó minőségű és sűrű közlekedési hálózattal rendelkezik, főleg a fejlett országokban. Ez térségenként eltérést mutat, hiszen meghatározzák ezt a természeti és főleg a gazdasági feltételek.
Ha az Európai Unió gazdaságáról beszélünk, akkor mindenféleképpen az energiagondokkal is kell találkoznunk, az energia problémájával az Európai Unióban. Kijelenthetjük, hogy az Európai Unió a világ egyik legnagyobb energiatermelője, de ugyanakkor az egyik legnagyobb energiafogyasztója is. Ha a különböző energiaforrások részarányát nézzük az összenergiatermelésben, akkor láthatjuk, hogy túlsúlyban a fosszilis és a nukleáris energiaforrások vannak. Ez azt jelenti, hogy villamos energiáját főleg hőerőművekben és atomerőművekben állítja elő. Annak ellenére, hogy energiatermelésének jelentős részét a hőenergia teszi ki, kevés fosszilis energiaforrással rendelkezik, és ezek nagy részét importból fedezi. Kőolaj és földgáz tartaléka nagyon kevés, ezek az északi tenger térségére csoportosulnak. A széntartalék valamivel nagyobb, jelentősebb kitermelőhelyek a németországi Szár és Szármedence és Ruhrvidéke, valamint a lengyel-cseh határon elhelyezkedő sziléziai szénmedence. A fosszilis energiahordozók nagy részét Oroszországból vásárolja, a behozott szükséglet több mint 30%-a származik onnan. Kevés az erőforrása, ennek ellenére az uniós tagállamok jelentős mértékben a hőenergiától függnek. Szénre alapul Lengyelország és Észtország energiatermelése több mint 80%-ban. Málta és Ciprus energiatermelése a kőolajra, Hollandia energiatermelése a földgázra. Az atomenergia a fosszilis tüzelőanyagok alacsony szén-dioxid kibocsátású alternatívájának számít. 13 uniós tagállam energiatermelésében van jelen, és az EU-ban termelt energia közel 28%-át teszi ki. Az Európai Unió atomhatalmának toronymagasan Franciaország számít, egymaga adja az EU nukleáris energiatermelésének közel felét. Őt messze követi Németország, Svédország és Spanyolország. Legnagyobb mértékben a franciák támaszkodnak az atomenergiára, energia termelésüknek több mint 70%-át az atomenergia adja. Hasonlóképpen Magyarország és Szlovákia energiatermelésében is több mint 50%-ban van jelen a nukleáris energia. Hogy milyen gondokkal küzd az Európai Unió energia területen? Hát az energiaforrás függőséggel, a folyamatosan dráguló fosszilis tüzelőanyagárakkal, a konfliktusos övezeteken áthaladó vezetékek építésével és üzemeltetésével. Ezért energiapolitikájában a következő törekvéseket láthatjuk. A szénfogyasztás csökkentése, sőt, teljes kizárása az energetikai mérlegből, az atomenergia felhasználásának növelése, a megfelelő biztonság mellett, új olaj- és gázvezetékek építése, főleg olyan területeken, amelyek konfliktusmentesek, valamint a megújuló energiaforrások használatának támogatása. Témánkat a megújuló energiák helyzetével fogjuk zárni. A folyóvíz energia klasszikus energiaforrásnak számít, hozzájárulása az EU-ban termelt összenergiához 18%. Elsősorban azok az országok hasznosítják, amelyek kedvező természeti feltételekkel rendelkeznek, vagyis hegyvidékkel, meredek lejtésű völgyekkel és bővízi folyókkal. Ilyenek például az Alpok szomszédságában és a Skandináv-hegység szomszédságában elhelyezkedő államok. Energiatermeléseket nagy részben vízenergiából fedik Ausztria több mint 70%-ban, de a Portugália, Horvátország, Svédország és Európa más országai is. A napenergia tekintetében az Európai Unió Kína után a második a világon. Energiatermelésének 4,3%-át fedezi ebből. Főleg kiegészítő energiaforrásként használják elsősorban a mediterrán térségben, ahol sok a napsütéses órák száma, de nem csak. A legnagyobb napenergia kapacitással Németország rendelkezik, az egyfőre jutó napenergia termelésben első a világon. Majd követi Olaszország, Franciaország, Spanyolország és más mediterrán államok.
Szénenergia tekintetében is jelentős beruházások történnek az Euróban, az Európai Unióban. Kedvező természeti viszonyok, tengerpartok, hegyek lehetővé tették a szélenergia nagyfokú hasznosítását. Ezen a területen is az Európai Unió Kína után a második a világon. A legnagyobb szélenergia kapacitása Németországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak van, de Romániában is jelentősen kihasználják ezt. Dobrucsában található Európa egyik legnagyobb szélfarmja. A megújuló zöld energiákat két kevésbé használt energiaforrással zárjuk. Az egyik a geotermikus energia, ezt főleg Olaszország használja ki az Unióban, és a tengervíz energiája, vagyis az áropály energia, amelyet Franciaország használ ki, a Rance folyó torkolatában épített áropály erőmű segítségével, amely a tengervíz szintjének, vagy tengervíz szintjének változó energiáját használja fel. A mai napot érettségi feladattípusokkal fogjuk zárni. Ezek a főleg a harmadik tételhez kapcsolódnak. A harmadik tétel E pontjaihoz. 17 ilyen kérdést választottam ki számotokra. Ezekhez pedig egy-egy kis útmutatást is csatoltam, de úgy, hogy nektek kelljen megoldani és válaszokat találni ezekre a feladatokra. Ezek a feladatok kizárólag a mai lecke témájához kapcsolódnak, a demográfiai sajátosságokhoz, a népsűrűséghez, a migrációhoz, a gazdasági jellemzőkhöz, és nem utolsó sorban az Európai Unió energia politikájához. Mindenkinek jó feladatmegoldást, jó tanulást kívánok, és köszönöm a figyelmet!